Üdv mindenkinek, illetve a Paladin üdvözöl mindenkit, ez itt egy újabb Hearthstone falatka, eddig 3-ból 2 győzelmünk van, reméljük, hogy ez most 4-ből 3 lesz. Lehetne 3-ból 4 is, de az sajnos lehetetlen. Úgyhogy jobb hiány próbálkozunk csak a lehetségessel, és nyerjünk. Ugye az múltkor egy sámánnal harcolzunk megint, akinek szerencsére nem volt grúlja, és úgy töltött, hogy távozik angolosan, mielőtt véget ért volna a küzdelem, ellenfelünk most azonban egy mágus. Mit akarok én az ellen megtartani? A Consecration megtartom, mert lassan fogunk kezdeni, a Direwolf alfát eldobom, mert nincs mit felturbózni vele. Na már most általában az emberek azt mondják, hogy hú, ez itt szar kirakni, amikor az ellenfelem egyszerűen Hero Ability-vel kinyírja, de az meg egy tempó előnyt jelent. De most elhasználni az érmét, hogy ezt kinyírja, akkor szerintem az tök jó. Lenne, hogyha lenne kettőbe kerülő lapom, de nincs. Nézd, és ráadásul sebben is kettőt a fején, tehát hogy... Én ezzel teljesen rendben vagyok. De akkor lenne, hogy most ki tudnék rakni valamit, de sajnos nem tudom. Helyettem itt ülünk. Ha lenne érmény, ez egy sokkal jobb kezdőkéz lenne. De nincs. Ezt nem vagyok hajlandó kirakni a harmadik körben, ha csak valami különleges nem történik, de nem történt. Úgyhogy helyette, ha csak nem húzunk be most valamit, de behúzunk. Küzdj meg ezzel. Ő igazából csak úgy itt van, hogy fájdalmat és kellemetlenségeket okozzon, nem feltételezem, hogy túlélni ezt a kör. He? Jó. Ugye, ugye ezért haszontalan ez a lap. De ez is. A semmi, amit csinált, az nagyon sok. Itt rakjunk ki a következő körben. Consecration? Csak majd ül a Divine Shieldjével és az engem zavar. Azt is megtehetjük, hogy ebből csináljunk egy 5-6-osat, meg kirakunk egy 1-1-eset és mit tudom én, pofára? És még mindig van Consecrationünk, ha úgy érezzük. Mágusnak nincsenek durva bufflapja is, őt egyáltalán nincsenek neki, úgyhogy... Ha még ezt a fireballozza, mi ha már mágus lapok, akkor viszont mi szar helyzet, ami... Ettől meg kell szabadulnom, mert ha most nem szabadulok meg tőle, már később egyszerűen nem fogok tudni érdemben. Ha valaki nem tudná, hogy én óvatos játékos vagyok, akkor most remélhetőleg megtudta. Óvatos és vagy paranoid. Milyen jó, hogy ezt ki tudjuk nyírni. Vagy levihetjük 16-ra, nem visszük a 16-ra. Kirakjam a kutyát. Nem. He? He? Ő nem megy az a köröm, amikor Flamestrike-olni tud a drága jó ellenfelem, nem szeretnék 87 trillió lényt kirakni, ami meghalhat, illetve amit kirakok, azt szeretném egyből elhasználni, ezért most jött el az ő ideje. Ha ezt flamestrike-olni akarod, már ha van neked, szíved joga. De egyébként nincs okom nem feltételezni, hogy nincs neki, mert az ember legyen óvatos ezekben a kulcskörökben és a kulcskörökön túl, amikor az adott kaszt tudja használni a nagy Area of Effect lapját, ugye például most a flamestrike. Ha erre elhasználj flamestrike-ot, én táncolni fogok. Nem használt erre a flamestrike-ot, nem fogok táncolni. Továbbra is nem akarok túl sok mindent lepakolni, bár megtehetném, hogy kirakom a kettő közül valamelyiket, mert Flamestrike áldozatai lennének. Ezt kirakom. Nem probléma. Az, hogy ez plusz sebzést kap belőle, ha csak nem pofára megy.
Mondjuk a Flame Strike-on lenne egy 7-3-as, amit nem tudnék kinyírni, ami vicces lenne. De nem nevetnék rajta. Ó. Nem ilyen jó volt a Blessing of Might. Mennyire alá szoktuk becsülni néha. A láthatatlan hadsereg elindul a mágus felé. Ugyanennyi lapunk. Ó, de jó, hogy láthatatlan! Ó, de jó, hogy láthatatlan! Hú. Nagy kérdés az azt, hogy én ezt ki akarom-e most hozni a láthatatlanságot. Ez a rész egyértelmű. Ha kiírom a 4D4-est, akkor ugye ez egy Fyroblast áldozata, azt kész. Más kérdés, hogyha ezt életben hagyom, akkor Flamestrike 5-öt sebez, úgyhogy ha köré pakolok ezt, azt... Nem hagyom meg. Nem gondoltam ezt át, azt gondoltam, hogy jó, ha Flamestrike-kal erre kell használni a Fireblast-ot, tehát a Flamestrike után ezt nem tudja Fireblast-elni, de a Flamestrike-kal nem kell erre használni a Fireblast-ot, tehát minden meghal. Tehát ez hülyeség volt, amit most csináltam, nettó hülyeség. Hetesre sokkal jobb. Igen, ez butaság volt, az egyiket vissza kellett volna tartanom. Ilyen is lehet hasonló hibás döntések, hogy önmagában apróság, de összeadódnak. Ez nyilván túlzás volt a részéről, ráadásul azt a 3-1-es, ugye, mint látható, nem a legjobban oldotta meg. Hajrá, birka! Képes vagy rá. Szóval 3 darab 1-1-es tartja a frontot, meg egy 4-be kerülő area of effect lap, ami hát nem túl jó a mi számunkra, de azt, hogy ezt a polimorfot ilyen lazán elhasználta, az igazából nekünk jó, ha behúzunk, mint amire az ogrét vagy valami. Egy lap nem ér Consecration, mondanám. Jé, szia, Ogre, hogy vagy? Megvennie kell, úgy érzem. A birka megtette a kötelességét, a birka mehet. És remélhetőleg ez most neki problémát fog jelenteni, és nincs egy másik polimorfja. De hát olyan nincs, nem igaz, gyerekek? Na, no, azt az egy-egyes életben hagyta volna, hogy több jó Consecration lehetőség lett volna a számomra. Ó. Oh. Huh. Egér, működj. Még bemennem oda perverz látja, hogy kinyírjam a 4-3-ast, és ezt gyógyítsam meg. És konkrétan meg fogom tenni, mert különben ez meghal. És nekem erre szükségem van. Vitatható döntés, nyilván. De Ogre nélkül mit érek én, ahogy a sláger szól.
És azt, hogy az ogre életben van, mondjuk erre használva egy fireballt és nem a pofámba, akkor nettó ugyanott vagyok. Vagy ezt a polimorfot nem fogja tudni például elhasználni a Blessing of Kingzelt akármi csodára, mert egy valami Blessing of Kingzelvel lesz előbb jutott, az ziher. Az hülyeség volt, hogy nem nyerte ki az egy-egyet, itt pedig ezért. Próbálok kicsalni be egy olcsó Flame Strike-ot, ha van neki, illetve az Abomination a sok olcsó kis lényem miatt ugye nem annyira hasznos, tehát kinyírnám a saját dolgaimat vele, úgyhogy egyelőre nincs kedvem kitenni. Na, erről volt szó, most kinyírt egy 3-3-as, meg egy 2-2-es, meg egy szart, tehát... Én ezzel rendben vagyok. 8 a pofájába direktbe, jelen állás szerint ez a kártya ennyit csinál. Ha minden változatlanul maradna, ugye... Ugye minden egyéb változatlansága mellett Ceteris Paribus. Tudnánk rajta sebezni, 5 meg 8 meg 4, az 17. De hát természetesen a dolgok nem maradnak változatlanul. Milyen jó, hogy nincs fegyver a kezemben. Egy minionos izé, Consecration? Nem, egy minionos Avenging Wife. Nem szeretném elveszteni ezt az Abomination, mert ugye, mint látható, nem van más lényem. És közben egy kinyírtuk a 3-2-es, és kapott egy csízvajót a fejére. De a lejlogrendben vagyok. De látható 13 miraterőn van, ami nem sok. Sőt, kevés. Legalábbis az egyémnél kevesebb. És már csak 6-6 lap van a pakliainkban, és amint elfogynak a lapok, automatikusan sebződni kezdünk, úgyhogy az nagyon vicces, de kétlem, hogy eljutnánk odáig. Ez Nagyon sok múlik ezen, hogy ez egy milyen titoklap. Nézzük meg, hogy ezzel kapcsolatos. Nem pont ebben reménykedtem. Szóval természetesen kinyírhatja a 8-8-ot a 8-8-ával, de akkor lemegy egy életerőjére és a Consecration fájni fog neki. Igen, nagyjából ebben gondolkodtam. Ó, hát ez nem fog téged megmenteni, kedves haverom. Úgyhogy... Úgyhogy vessünk véget a küzdelemnek. Kivéve hoz egy Ice Block, de nem az. Úgyhogy győztünk ismét az arénával. Nagyszerű. Ezzel pedig... Megvan a harmadik. 3-1. Meg egy bazi nagy kard, meg hát nagyon sok minden más. Ugye egy bazi nagy kard és 29 másik lap segített minket győzelemhez. Ez volt az aktuális harcon falat. Remélem, hogy jól szórakoztatok rajta, és innen folytatjuk legközelebb.